E zenekar szíve nem csak dalaikon keresztül jut el az őket szerető közönséghez, de mindennapi tetteik során is. Az ismerős arcok számtalan jótékonysági koncerten vett részt az elmúlt évek során, legutóbb Bőte Csaba kis árváiért, valamint a Hazajáró Egylet megsegítéséért zenéltek Szentendrén. A Hazajáró Egylet a kárpát-medencei magyarság összetartozását kívánja erősíteni műsoraiban. Egyik adásukat tavaly együtt készítették az ismerős arcok együttessel. A mostani koncert bevételét és az önkormányzat által felajánlott 500 000 forintot fele-fele arányban ők és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapták. A most következő videóüzenetet az együttes énekese Nyerges Attila küldte a térkép nézőinek. Azt kérdezik, hogy mit keresünk mi tulajdonképpen ezen a rendezvényen, akkor arra azt tudom válaszolni, hogy ha valamilyen rendezvényen nekünk jogosult vagy kötelező játszani, akkor ez mindenképp az. 16-17 évvel ezelőtt, mikor a zenekar indult, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a magyarságról egy nemzetként gondolkodjunk, itt a hazában és a Kárpát-medencén belül bárhol. A hazajárók pedig más módszerekkel nagyjából ugyanezt a célt tűzték ki maguknak. Mi ugye a zenénkkel, a gondolatainkkal próbáljuk ebbe az irányba terelgetni azokat, akik meghallgatnak minket, a hazajárók pedig mindenki tudja, hogy a kiváló műsoraikkal teszik ugyanezt.